Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ez alkalommal is találkozhatunk, mégpedig Isten jelenlétében leszünk, és milyen csodálatos dolog ővele együtt lenni. Ugye? Hisztek ti is Istenben. Most egy bibliai történetet fogunk elővenni. Gedeon bácsiról fogok beszélni nektek. Ugye ez nem olyan gyakran fordul elő ez a név, hogy Gedeon. Olyan idegenül hangzik, de megbarátkozunk vele. Így hívták ezt a bácsit, hogy Gedeon. Mondjátok csak ti is. Gedeon bácsi. Hát mi is van tulajdonképpen Gedeon bácsival? Ő egy olyan időben élt, amikor az embereknek nehéz sorsa volt, nagyon sok szenvedésen mentek keresztül, és ő is ugyanúgy átélte a szenvedéseket. És mi is volt ez a szenvedés? Tudjátok, hogy Gedeon bácsi a Szent Földön, az ígéret földjén lakott. Volt neki családja is, ott laktak a Szent Földön, és a környező népek, például így hívták az egyik népet, hogy midianiták. Ki tudjátok mondani? Midianiták. A midianiták valahogy orroltak azokra, akik a Szent Földön laktak. Nem szerették őket, vagy legalábbis irigykedtek, és a határon sunnyogtak, nézelődtek, bámultak, mit látunk, mi van ott, és látták, hogy a Szentföldön milyen nagy alvák, milyen hatalmas szőlőfürtök vannak. Meg ekkora görög dinnyék, meg ekkora görög dinnyék, meg lovak, tehenek, szamarak, kecskék, birkák, meg minden. És azt gondolták, hogy lopikálni kellene, ellopjuk, amiük van, és mi midianiták gazdagok leszünk. Hú, ellopjuk, na de, hát. Nem olyan könnyű lopni. Mi lesz, hogyha ránk szólnak, hogy ne lopjunk? Majd mi tudjuk, hogy mit kell csinálni. Mi nem is lopunk, hanem elveszük tőlük, nekünk jogunk van hozzá, hogy elvegyük azt, ami az övé. Nekünk szabad lopnunk. És ezek a midianiták sok-sok katonát tartottak, katonabácsik, akik fel voltak szerelve mindennel, karddal, nyillal, sisakkal, és ők beruhantak a Szent Földre, az ígéret földjére, ahol Gedeon bácsi és a rokonsága meg népe lakott. És betörtek az országba, bementek az emberek lakásába is, a katonák, és megnézték, hogy mi van a polcon, mi van a hűtőben, mi van a szekrényben, mi van az asztalfiókban, mi van. És akkor zsebre rakták, ide is raktak, oda is raktak, zsebbe is, megvittek magukkal nagy kosarakat, azt is telerakták. Meg hát sok mindent, amit találtak, azt ellopták. De ők azért mégis azt mondták, hogy mi nem loptunk, csak elvittük. Nekünk kell.
sokan nem tudják azt, hogy mi az, hogy az a másiké, hogy az a másik ceruzája, az a másik mobília, az a másik uzsonnája, és nem úgy van, hogy én csak úgy elveszem, mintha az enyém lenne. Hát ezek a bácsik ilyenek voltak, hogy látták, hogy a tehenek nagyon sok tejet adnak, és elhajtották a tehenek. Sírt a nép, állatok nélkül maradtak, kenyér nélkül maradtak, még a búzát is elvitték, az állatokat is elhajtották, és a gyerekek is sírtak. Nem volt kenyér, nem volt hús, nem volt alma, nem volt körte, nem volt szilva, nem volt szőlő. Igen, mind ellopták, elvitték a midianiták. Ki volt ez a nép? Tudnátok velem ezt együtt, hogy mondjuk el együtt, mondjuk csak. Midianiták. A lopós midianiták. Ellopták, elvitték, elcsorták, zsebbe dugták, elvitték, szatyorba tették, amit lehetett. És biztosan, gyerekek, ugye, hogy nektek is fájna az, hogyha van valamitek, és a másik gyerek csak úgy elvenné. Ugye? Vagy azt mondjam, hogy talán te is szoktál úgy elvinni, mások táskájából kikotorni, és elvinni dolgokat, vagy anyuka pénztárcájába kotorni, meg egyéb, és akkor elvinni, és veszek rajta ezt is, azt is. Na hát, mi nem olyanok vagyunk, ugye, mint a midianiták. Mi azért nem lopunk, nem, dehogy. Mi jók vagyunk, mi nem lopunk, csak tőlünk lopnak. Hogy is van? Lehet, hogy neked is fáj, hogyha valamit elvesznek tőled. És hát különösen fájt nekik, mert éhesek voltak, és nem volt mit enni, mert elvitték a katonák. Hát aztán, hogy is folytatódik ez a történet, Gedeon bácsi azt gondolta, hogy neki vannak ilyen búvóhelyei, ugye ti is szeretitek a játék közben a búvóhelyeket. A Gedeon bácsinak volt egy búvóhelye, és úgy gondolta, hogy azt nem tudják, nem ismerik a midianiták, és oda szépen beviszi amilyen van, a búzakalászokat, meg sokféle mindent, almákat, körtéket, fügéket, mindent bevitt, és hát ott a kalászból szedte ki a búzaszemeket, és egy cserépedénybe tette, aztán finoman megőrölte két nagy kő között, megőrölte a búzaszemeket, és aztán egy másik nagy edénybe tette, ami liszt volt. Lisztet készített, és eldugta. A midianiták nem is tudták, hogy Gedeon bácsinak van ilyen búvóhelye, oda nem mentek, és milyen jó volt, hogy örültek, hogy van mit enni, tedd be a búvóhelyre kakasokat is, tyúkokat is, libákat is, kacsákat is. Ott beszélgettek a kacsák benn a búvóhelyen, és hát Gedeon bácsi nagyon szorgalmas volt, és dolgozott, na de hát, a többi embernek nem biztos, hogy volt búvóhelye. Neki volt. Neki ügyes ember volt. És csinált magának egy ilyen rejtek helyet, ahova minden menthetőt elrejtett. Hát aztán így élt Gedeon bácsi, hogy minden nap ezen a búvóhelyen dolgozott. Körülnézett, mikor kijött a búvóhelyről,
hogy jön-e valaki, hogy jönnek-e a midianiták. Gyorsan leszedte a fáról az almákat, a körtéket, mindent, és vitték be a gyerekeinek is, mondta, fussatok, fussatok, vigyétek be a búvóhelyre tegyétek be ezeket a gyümölcsöket. Meg a gyerekeknek voltak kedvenc bárányaik, és azokat is a búvóhelyre bevitték. És hát így éltek. Állandó rettegésben, hogy mikor jönnek a lopós midianiták, mikor törnek be az otthonunkba. És ezek a midianiták gyerekek olyanok voltak, hogy nem csak ennivalót loptak, nem csak az állatokat lopták el, hanem a gyerekeket is. Ránézett a midianita szigorú tekintettel az egyik gyerekre. Na te, gyerek, gyere csak velem, viszlek téged az én hazába. A midianiták közé. Felejtsd el apádat, anyádat, felejtsd el, na gyere, gyere, viszünk, gyere kislány, te is. Ó, a gyerekek, hogy féltek, hogy sírtak, hogy hát ilyenek ezek a midianiták. Ó, ugye gyerekek, ma is vannak rossz bácsik. Vannak rossz bácsik, akik a gyerekekkel nem jó indulatúak. Vigyázzunk a rossz bácsikra, olyan görbén áll a szemük, meg furcsán áll a bajuszuk. Gondolkodjatok. És tudjátok, hogy kivel szabad nektek szóba állni. Szóval, hát Gedeon bácsi ott ült a búvóhelyen, és képzeljétek el, hogy váratlanul egy angyal jött hozzá. Az angyal az egészen másképpen néz ki, mint az ember. Fényes lény. Hangja van, tud beszélni, titokzatos lény, és hogy oda ment egész közel Midian, vagyis egész közel ment az angyal Gedeon bácsihoz, és halkan kezdett vele beszélni. Gedeon balra nézett. Ki szól? Nem látott semmit. Gedeon, jobbra néz, ki az? Szóval akkor előre nézel. Hát egy hatalmas angyal, egy csodálatos lény áll ott előtte, és Gedeon bácsi félt. Gedeon bácsi félt, mert ez egy csodálatos lény volt. Ez nem egy midianita volt. Ez egy angyal volt, Isten angyala, egy csodálatos lény volt, és ez az angyal elkezdett beszélni, és azt mondta Gedeonnak, figyeljétek csak, azt mondta Gedeonnak, hogy szabadítsd meg az országot a midianitáktól, hogy a nép békességben élhessen. Isten küldte ezt az angyalt Gedeonhoz, ezzel az üzenettel, hogy tegyen valamit, fogjon össze a néppel, és majd Isten ereje velük lesz, és kiűzik a határon kívül a midianitákat, és akkor béke lesz, és akkor nem lopják el többé azt, ami az övék. Gedeon bácsi nagyon meglepődött, hogy az angyal így beszélt hozzá, és akkor hát elcsodálkozott, hogy milyen különös az, hát ő, hát hol, hát ő kis ember ahhoz, hogy a midianitákkal szembeszálljon, meg az ismerős köre is nem olyan nagy, hát hogy? És akkor hát, ott volt az Úr angyala, körülvette Gedeont. És akkor, mikor látta az angyalt, akkor Gedeon egy sziklán egy áldozatot mutatott be Istennek. Nem az angyalnak, hanem Istennek. És
mikor az oltárra tette, ugye ilyen szikra oltár volt, mikor az oltárra tette az áldozatnyivalót, akkor az angyal egy pálcával megérintette az áldozatot. El tudjátok képzelni, az angyal kezében van egy pálca, és megérinti az áldozatot, ami ezen a kőoltáron volt. És hirtelen a kősziklából, amelyen az áldozat volt, tűz jött ki. Megrendítő dolog volt. Tűz jött ki, és megemésztette az áldozatot. Gedeon el volt csodálkozva. Nem is tudott szóhoz. És kereste Isten. Ez egy különös áldozat volt. A mi Urunk Jézus Krisztus a kereszt oltárán halt meg szeretetből, hogy mi is megmeneküljünk az ellenségtől, a bűntől, és hogy őt kövessük.